Magyarországon és Kolozsváron tanuló diákok részvételével régészeti ásatások kezdődtek el a Nagykároly melletti Bobádon. A térség a régészek paradicsomának számít. Bobád erdélyben az egyetlen olyan bronzkori tel, vagyis mesterséges domb, amely folyamatos feltárás alatt van. Ezt a bronzból készült vaskori fibulát találták a régészek a Nagykároly melletti Bobáldon. Az ásatásokon nem csak a régészeti egyetemek hallgatói vesznek részt. A pontosabb feltáráshoz és leíráshoz más szakága képviselői is hozzájárulnak. Ez a fiatal vegyészhallgató Magyarországról érkezett. A laboratóriumban, ahol besegítek, többször is megfordultak nálunk mindenféle régészeti elemek, mindenféle korból. Ezeket szoktuk elemezni, mi műszeres, szervetlen analitikával foglalkozunk, a periódusos rendszer elemeit szoktuk mérni ezekben a tárgyakban, vagy mindenféle kémiai feltárással, vagy lézerablációval, hogyha roncsolásmentes, a régészek, és kíváncsi voltam, hogy ezek a leletek mégis hogy kerülnek elő. Bobáld egy bronzkori falu, amely a 18. század elején ürült ki. A több ezer éven át lakott településen egy tel alakult ki. Ez egy olyan mesterséges domb, amely az évezredek alatt lerombolt vagy leégett házak maradványaiból jött létre. Itt 1910-ben kezdtek el kutatni, a 2000-es évektől pedig már folyamatosak a tanásatások. Elsősorban azért érdekes számunkra, mert hogy a nyugat-európai, illetve Magyarország-Szlovákia feleső kapcsolatokra nagyon jól rá tud világítani, hogyan éltek az emberek, hogyan kereskedtek egymással, milyen kulturális kapcsolataik voltak, egyáltalán milyen társadalmi szerkezeti formáik voltak az egykori társadalmaknak. A szakemberek azt szeretnék, hogy a laikusok is jobban megismerjék Bobáldot. Ennek érdekében a nagykároi önkormányzat a Kolozsvári Bábesbújai Tudomány Egyetemmel partnerségben egy Európai Uniós pályázat segítségével vándorkiállítást állítanának össze, valamint régészeti turista alakítanának ki.